of special things. Proud enough to spread our wings. Proud to say we'll always be wherever pride is due. 'Cause we're so proud to be with you. All of this to make you see a reason to be proud. Yes, proud. Proud as a peacock. This fall, we've got it all together. Monday nights with Here's Lucy. Elizabeth Taylor and Richard Burton are the famous Redhead's premier guests. Followed by Mayberry RFD with Ken Berry and all those friendly folks. It's all together now, starting Monday, September 14th. Provider for the iPhone was rated the worst carrier by a Consumer Reports survey. More than half the survey. Right, this this old Army Vision camcorder is recording. And hello to the 1985 GE. GE VHS camcorder made by Panasonic. I'm not worried about this right now because somebody posted the video of me being dead from a fire, and I'm very pissed off about it. And let me show you. Yeah, let me show you what this video is fake. Délelőtt a Lendvai utcában ülésezett a Fidesz elnöksége. Aztán nem sokkal később, váratlanul a kormányfő magához rend... A magyar változat az HBO megbízásából a Liget stúdióban. Játssz a jó barátokkal! Ha tudod a választ a ma esti részre vonatkozó kérdésre, akkor küldj SMS-t, vagy hívd a 0630 30 30 232-es telefonszámot. A mai kérdés... Kivel akart Jade eredetileg randizni? A. Rob. B. Bob. C. Hob. A napi és heti nyereményeken túl a fődíj egy 6 személyes amerikai utazás. A nyertesek névsorát megtalálhatod a TV2 Teletext 325. oldalán, vagy a játékvonalán. Támogatóink: Blink, Juventus Rádió, American Service Travel, Vestel. A magyar változat az HBO megbízásából a Liget stúdióban készült. A boci csoki! Talán azért szeretjük annyira a bocit, mert benne van minden tehetségünk. Boci, a csoki magyarul. Kiss away
Keresd a latin zene királyának albumát a boltokban. Enrique Iglesias, Escape. Gondolj a Valentin napra. 2002. február 6-a. A mai napra várt. Amikor a szívem úgy dobog, tudod kell, hogy... Kaland és féktelen romantika egy lemezen. Elsőfri a szép, a kell, a nem. Nagyszerű énekhang, virtuóz harmonika szó. A harmonikás címmel megjelent Mario bemutatkozó albuma. Keresse a lemezboltokban. Nyolcra jönnek, siess haza, csók! Ervi Click Spray és minden szoba illatos. Friss és változatos illatok az egész lakásban. Csak egy klik, és hosszú órákig hat. Pizza rendelés, és egy klik. Ervi Click Spray, az illatvarázs. Játssz a jó barátokkal! Ha tudod a választ a ma esti részre vonatkozó kérdésre, akkor küldj SMS-t, vagy hívd a 0630 30 30 232-es telefonszámot. A mai kérdés: kinek a bugyia lóg a telefonpóznán a ház előtt? A. Phoebe. B. Rachel. C. Mónika. A napi és heti nyereményeken túl a fődíj egy 6 személyes amerikai utazás. A nyertesek névsorát megtalálhatod a TV2 teletext 325. oldalán, vagy a játékvonalán. Támogatóink: Quick, Juventus Rádió, American Service Travel, Vestel. Alig egy stúdióban készül. Ezután következik a Poén Bomba. Valóságshow. Valóságshow a tévében. Vajon meddig tart még? A Big Brother és a való világ mánia jövője. Meddig lesz még minden este ugyanaz a tévében? És mi történik majd a Zsanettekkel, Majkákkal és Renátókkal? Pár év múlva is emlékszünk majd még rájuk. Mi lesz velük? Frey Tamás hétfőn este elviszi önöket a világ legérdekesebb valóságshowinak kulisszái mögé. Műsorok, amikért nem sokára rajongani fog Magyarország, de amiket utáni is fognak sokan. Meddig tart még? Országok, ahol már évekkel ezelőtt kitört a valóságshow. Pillantás a jövőbe. Mi vár ránk magyar tévénézőkre? Frey Dosszié, ma este 20 óra 50 perckor. A világ és ami mögötte van. Szerda este újra magánszám a TV2-n. Hajós András bevezeti önöket a biliárdjáték titkaiba. Mellesleg a hírnévnek ára... Egy autóból erősen integettek nekem. Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. Következő kritikával illetek. Köcsögöm, ott mászol, pirosba szólok neked, hogy állj meg, te meg csúszkálsz tovább, ne hülyéskedjél már, birka te! Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. Borzasztó diszfunkciók léptek fel. Boros Lajos katonai pályafutása alatt. Mi, amikor a határól kapjuk az információt, hogy gép jön felénk, akkor onnan 4,5 perc, míg feláll a rendszer. Az én személyes magánéletem szempontjából az például egy jó adatnak számít. Igazad van, mert a Viagrára 40 perc van írva. Gyermekektől és élelmiszerektől tartsa távol. Lovas Jandor! A Kismál és a Borz frontembere. Szexuális életemet kizárólag plusz állatkákra korlátoztam le. Mackókat alkalmazok. Általában elélveznek, de nagy... Köszönöm neked, hogy ilyen szókimondóan őszinte vagy. Tehát szerda este magánszám a TV2-n. Do you like the same foods? No. Aktív, hogy legyen miről beszélned. Three. How do you get your clothes that way? Our seamstress can make some. Hello? Tisztít. Feszessé tesz. És hidratál. Igen, miért ne hidratálná hónalját, hiszen az is bőr. A Dove Desodor 1/4 rész hidratáló krémet tartalmaz, mely aktívan ápolja bőrét hónalján is. Így olyan puhává és simává teszi, mint testén bárhol.
A Dove dezodor hidratál és szárazon tart. Ezt ki ne próbáld az új korpásodás elleni Garnier Fructis nélkül. Sampon aktív gyümölcskoncentrátummal. Új összetétel. Most még hatékonyabb a korpa ellen. Bizonyított. Már három hajmosás után nyoma sincs a korpának. Sehol. Új Garnier Fructis korpásodás elleni sampon. Nem hagy nyomot. Garnier. Energia, amit csak a Snickers adhat. És egyedül rajtad állít kezdesz vele. Snickers, te jössz. Igen, igen. Többen vagyunk. Három személyre. Nem lehetne kicsit több? Az érdekelne. Feltételek? Mondja csak, és mennyi idő, amíg... Bocsánat, egy pillanat. Ennyire gyorsak? Konzumbank lakáshitelek. Gyorsabban, mint gondolná. Vera vagyok, 29 éves. Minden évben nagyon várom a nyaralást, de eddig még sosem sikerült valami jól. Remélem, hogy az idén megtalálom a társam, akivel majd igazán jól érzem magam. Találja meg ön is a társát! Most Renault modellek várják kedvező finanszírozással. Anyu, tudod, mi történik azzal a felnőttel, aki Milky-vé teszik? A Milky-vé kizárólag a gyerekeké. De még mennyire? A Milky-vé habkönnyű tejkrémmel töltött finom puha csokoládé, amely lágyan olvad szét a szádban. Anyu, akkor te most egy kislány vagy. Tessék, itt a munkafüzet. A helyes írásra különösen ügyelj. Nem szeretnék szégyenkezni miattad. Milky Way. Sok tejből és sok-sok szeretetből. Most akkor menjek oda. Aha. És ott találkoznánk? Na jó, oda mehetek, érted csak. Oké, szia. Köszi. Akarsz róla beszélni? Megteheted! A Vestel minden dominó díjcsomagban jelentősen csökkentette percdíjait. Vestel, Magyarország legnagyobb mobil szolgáltatója. És akkor azt mondtam neki. Hello, baby. Itt vagyok benn, de szívesen kijövök. Néhány dobozos borsodi most kiugró pénznyereményeket rejt magában. Összesen 30 millió forintot. Szabadítsa ki a milliókat. Ne csak a nagy testvér figyeljen. Fülej, te is hívd a kémvonalat a 0670 700 7000-es telefonszámon, ahol éjjel-nappal élőben hallgathatod a játékosokat. Sőt, a hallgatózás mellett cseveghetsz, ismerkedhetsz is a többi Big Brother rajongóval. Fülej és flörtölj a kémvonalon 0670 700 7000. Nem emel díjas, bármely hálózatból hívható telefonszám. A Big Brother kémvonal támogatója a Vodafone. Magabiztosságod a menstruációd alatt ne a szerencse kérdése legyen. Képzel csak el, ha ő az OB tampon helyett egy betétet választott volna. Az OB az egyetlen csavarbordázatú tampon. A folyadékot hatékonyabban szívja fel. OB csavarbordákkal. Verhetetlen védelem. Egy önálló kategória. Egyedülálló minőség. Egy új lehetőség. Egy Golf és más semmi. Golf Ocean klímával már 3.399.000 forinttól. Ciao, amici! Ez még mindig a legjobb hely a városban. Oh, grazie. Apám olasz volt, ő hajtá rám a legjobb pizza receptjét, de ez még nem lett volna elég, hogy a semmiből a legjobb pizzeriát építsem föl. A étteremről van szó, a tökéletes tisztaság is döntő. Ebbe biztosra kell menni minden nap. És én tapasztalatból tudom, hogy a makacsfoltok ellen nincs jobb, mint az új Ariel. Alapos laboratóriumi teszt igazolta, hogy az új Ariel más mosóporoknál jobban távolítja el a gyakori makacsfoltokat. Ahogy apám mondta, törekedj mindig a legjobbra, soha ne érd be kevesebbel. Ariel, egyszerűen patyolat tiszta. A műfogsorom miatt nem tudtam önfeledten nevetni, és volt olyan étel, amit vissza kellett utasítanom. Köszönöm, nem. Aztán kipróbáltam a Blendadent műfogsor rögzítőt. Blendadent. Erős és biztos tartás műfogsorának. És most már bátran beleharaphatok a keményebb ételekbe is. Blendadent.
mintha visszakapná az igazi fogait. Oké, szóval lementünk a tengerpart. Teg már szobára! A szinkront az HBO készítette. A Jakub Csek most következik. Főzött, mosogatott, takarított, így aztán nagyon zokon vette, amikor megjelölte őt Zsófi. Vajon hogyan látja a történteket kívülről Mónika? Emlékszem arra a néhány pillanatra, amikor veled pont az volt a házban a baj, hogy te egyáltalán nem végeztél házi munkát. Most ehhez képest azt láttam, hogy szalad az egész ház, és csak te dolgozol. Igen, ez ugye? Változott. Az elején nagyon sokan voltak, ugye, akik a konyhába szorgoskodtak, és én egy csomószor mondtam, hogy szeretnék főzni minden, és nem engedtek oda, és én elmentem szaunázni, és ugye megkaptam, hogy lusta vagyok. Utána viszont be tudtam bizonyítani, hogy ez nem igaz, csak tényleg nem engedtek oda a konyhába. Mi bánt most téged, ugye? Visszanézvén az eddigi felvételeket? Van-e olyan? Hát egy picit Zsófiban csalódtam, tehát én úgy érzem, hogy korrekt voltam mindenkihez, és próbáltam szépen fogalmazni, még hogy ha nem is olyan volt a viszonyom. Ő viszont nyíltan olyan dolgokat mondott, amit lehet, hogy nem kellett volna, és ezt úgy anyukámék is picit sérelmezték, de semmi bajom a többiekkel. Szüleit hogy fogadtak, amikor kijöttek? Mennyire, hogy álltak hozzá a bent töltött időszakhoz? Örültek, hogy kijövök. Már nagyon hiányoztam nekik, és nekem is természetesen ők, és annak nagyon örülök, hogy ilyen családban nevelkedhettem, mert nagyon sok ember szeretne ilyen körülmények között és ilyen szeretetbe felnőni, mint én, és ennek... Tehát nagyon köszönöm nekik, és úgy érzem, hogy méltóan tudok elindulni az életben, mindent megkaptam tőle. A jogászi karrieredhez szerinted ez segített, vagy pedig pont az ellenkezője valami rosszat tesz? Szerintem ez teljesen független dolog. Nekem az egyetem lesz az első, most ugye fél évet ez miatt ki kellett hagynom, tehát november-december áttevődik az egész, de az az első, hogy a két vizsgám meglegyen, ez inkább ilyen kis pihenő volt. Fájni fog, ha a vizsgán esetleg megkülönböztetnek negatív értelemben? Nem hiszem, hogy ilyen lenne. Bízom benne. De azért fel vagy rá készülve, ugye? Persze, meg nagyon fogok tanulni, úgyhogy biztos sikerülni fog. Megbántod, vagy megérte? Tessék? Megbántod, vagy megérte? Mindenképpen nagyon örülök, hogy bejöttem, tehát ennyi ember közül nem lehetett visszautasítani. Ugye anyukám még egy picit az elején ellenezték olyan szempontból, hogy azt akarták, hogy először tegyem le a vizsgáimat, és utána repülhetek úgymond az életbe. De úgy éreztem, hogy ha nemet mondok erre az egész felkérésre, visszautasítom, akkor egész életemben bántam volna. Tehát mindenképp itt volt a helyem, és örülök nagyon. Miért nem volt szex? Hát én nem tudom, nem, tehát én az elején megmondtam, hogy én velem nem lesz. Én azt mondtam, hogy hogy én biztos, hogy nem szexelek. Én azt mondtam, hogy a másik rajtam kívül 13 ember a 3-4 hónap alatt biztos összejön egy olyan pár, aki viszont bevállalja, mert nagyon-nagyon hosszú idő, és így biztos, hogy elkerülhetetlen. Ha bemaradtál volna, akkor lett volna? Nem tudom, én mindenképp azt mondtam, hogy velem nem. Ezt kicsit félreértették az elején, de már többször tisztáztam. Violával milyen a viszonyod? Én nagyon aranyos kislánynak ismertem meg. Emlékeztet önmagamra 18-19 évesen, ilyen vagány, belevaló, enyém a világ, ilyen voltam. Hát ha nagyon szimpatikus, és... akkor mégis, amikor kijöttél, akkor a Rolit arra figyelmeztetted, hogy vigyázzon a violával. Nem, én azt mondtam, hogy mi megbeszéltük, hogy ő nem akar semmit, tehát hogy ő kibírja. Már és ki? Hogy, Roli vagy a Viola? Nem, a Viola. Tehát, hogy ő nem... Tehát vigyázz, Roli, mert a Viola kibírja. Ez így szólt ez a mondat. Én nem tudom, hogy hogy mondtam, már lehet. Nem, tehát ezt így kellett volna mondanom, igen, de csak annyit mondta, hogy vigyázz. Hát igen, így a Rolinak ugye rosszabb, mert ő már több ideje van, meg mégiscsak férfi, de nekem azt mondta a Viola, hogy ő kibírja mindenképp, nagyon bírja a Rolit, de... De kibírja, de nagyon kibírja. Gáti Imre, Viola, édesapja, itt van ott a mikrofon. Ő minek drukkol, hogy kibírja, vagy nem bírja ki? Hát igazán egy felnőtt lány. Azt nagyon látjuk. Jól tudja, hogy mit lehet, mit nem lehet. Gondolom, hogy el tudja választani a
magánéletét a közélettel. Na de nem itt nem tartom, tudja. De. Itt nem fogja tudni különbözteni. Én nem igazán tudok azt mondani. Én csak annyit tudok mondani, amennyit én látok. Én ugye én kint vagyok, kint élek, ő bent van, bent él. Bent valószínű, hogy sokkal másabbak a körülmények. Én szerintem, hát legalábbis bízom a gyerekbe, hogy nem. Aha, na azért csak jött, tehát csak azért az apai szív csak jött. Tehát bízik abban, hogy nem. Persze, de, így van. Tehát azért a rend figyelmeztette egyébként erre Violát, vagy erről esett néhány szó otthon, mielőtt bement volna? Van neki egy édesanyja, és a nők ugye egymás között csak jobban így elsusmukolnak ilyen dolgokban. Én inkább más vonatkozásban beszélgettem vele. De szerintem az édesanyja is. Hát persze, szerintem biztos, hogy beszéltek ilyenekről, mert hát miért ne beszéltek? Volt ugye példa, jó értelembe vett mondom ezt a példát, hogy van, aki így fogja föl, van, aki úgy fogja föl. A rendőr kollégák mit szólnak a lányához? Kösz. Eddig csak jókat kaptam. Na ja. Csak de mennyire jókat? Kaptam. Tehát az alakját dicsérik? Végül is azt mondtam, hogy ez egy büszkeség valahol. Én úgy érzem, végül is ugye az az újság, ahol a címlapra került, az egy szaktekintélyű lap. Végül is valószínűleg tartom, hogy, és elnézést mindenkitől, tehát ha egy csúnya emberkét nem igazán szoktak mutogatni. Szóval ön elégedett, igazából én azt mondom, hogy hibátlan, baj. Igen. És drukkol, hogy kibírja. Egy pici rosszat láttam már a gyerekben. Mi volt hogy, cigarettázat, egy csöppet. Jó, hát ha csak ennyi lesz, akkor ezt még talán túlélik, nem? Bízunk benne. Jó. Beszedelmes viszonyokból bőven jutott az első Big Brother nagymackójának, E.T.-nek is. Mindenki emlékszik arra, amikor a bájos félszegséggel ugye valott szerelmet Angélának kiesése után, pedig nagyon sokat cikkeztek arról, hogy a feleségével megromlott a kapcsolata. Nem rejtette véka alá Claudia iránti rajongását sem, legalábbis szombatonként. Mindig nagyon kedvesen udvarolt a képernyőn keresztül a BB háziasszonyának, hogy ki tudja, hogy mi az igazság, én nem tudom, következzen E.T. E.T., nehéz idők járnak ismételten, mi az igazság? Hát először is azt szeretném elmondani, hogy kihasználom az alkalmat, ugye Jakubcsek kisasszony is anyuka. Miért még ki itt a hát, ki az Angéla, az Évil? Ezért én is anyák napjai gyerek vagyok, ezért az Ancsit, a kis anyósomat, neked, és a kis anyukámnak, Stúne Juditnak is sok boldog anyák napját, és persze az összes hölgynek itt a stúdióban. De lehet, hogy téged most küldenek el az anyámmal, nem válaszolsz a kérdés. Bocsánat, rossz poén volt, de mi az igazság? Köszönöm. Melyik igazságot szeretnéd tudni? Az igazat, a valódit. A legfontosabb ezekben, amiket felsoroltál, az, hogy a feleségemmel együtt élek Pesten, egy kis házikóban, ahol ő a kis kertre vigyáz, és nagyon boldog, hogy ott lehet. Tegnap volt a szülinapi parti, miután mondtam, hogy anyák napján születtem én is. Ez olyan, volt nagy ajándék voltál. Ez volt, igen, anyukámnak talán az ajándék, és minden rendben állunk, és hát különböző projektek vannak még, de ezekből, amiket felsoroltál, az az igazság, hogy még mindig szeretem a kis feleségem, és együtt vagyunk. Az mennyire zavarja meg az életedet, hogy belekevernek különböző pletykákba? Hát annyiban, hogy szerintem ezek ilyen, az úr, aki ezt most fölhozta az utolsó pletykát, szerintem semmi köze hozzá, és nem tudom, hogy honnan vesz ilyeneket. Megkérdeztek? Hogy? Erről megkérdeztek? Téged? Megkérdeztek, utána felhívott egy rádió múlt héten, és beszéltem is röviden vele, és elmagyaráztam neki, hogy vigyázzon, hogy miket mond, mert semmi értelme kapcsolatokat is embereknek a sorsát így elrontania. De el tudná ez rontani? Szerinted ez egy olyan durva tréfa volt? Egy erős kapcsolatot, egy nem labilis kapcsolatot nem tud ilyen elrontani. Csak ha az a kapcsolat veszélyben áll amúgy is. Angélával benne a házban ugye volt egy ilyen szép, virágos szerelmi vallomás, ugye? Szerelmi vallomás volt? Hát annyiban volt ez vallomás, hogy szeretem az autókat, de hát aztán annyi. Te is így élted ezt meg? Te ezt így élted meg? Hát konkrétan nem hangzott el semmi olyan, hogy magamra vehetném. Így van. Jó, nagyon megváltoznak a viszonyok, erről már beszéltünk itt kint. Annyira megváltoznak, hogy ti már egészen máshogy látjátok azokat a pillanatokat?
Hát bent más, ezt elmondták azok a lakók is, akik csak egy pár hétre voltak, a VIP-radőrösök is, hogy egészen más bentről látni a dolgokat, és a bezártság talán kihozza azt, hogy a kapcsolatok bent szorosabbak, mint ahogy talán ezek kint lennének. Angéla, amikor kijött, akkor még Bálinttal együtt voltatok. Most is együtt vagytok? Bocsánat, én nem tudom, csak kérdezem. Nem vagyunk már nem együtt. Nem vagytok együtt. De mi a véleményed mondjuk arról, hogy a Jeanette-Szabi kapcsolat hogy szakadt meg, hogy nem vállalták egymást, amikor kijöttek? Tehát ez törvényszerű? Nem törvényszerű. Náluk az volt a probléma, hogy semben, semként nem beszélték meg, nem tisztázták, hogy ki hogyan áll a kapcsolathoz. És mivel csak egyoldalúnak tűnhetett a dolog, és nem volt semmilyen olyan visszajelzés, hogy ebből a kapcsolat fejlődhetett volna ki, ezért Szabi hátat fordított Jeanette-nek. Az törvényszerű, mondjuk, ha ugyanehhez kapcsolódnék, hogy a ti szerelmeteknek véget kellett vetni, vagy végének kellett lenni, miután már itt a valóságban kezdtetek el valamilyen módon lábra állni? Ez valószínű, hogy tényleg annak a függvénye, hogy itt kint más hatások vannak, mint bent a házban. Tehát itt történtek... Tehát itt már máshogy látjátok egymást, mint bent? Itt vannak olyan motivációk, amik a házban nincsenek, és mások az értékrendek itt kint is, más bent. Van egy telefonálunk, halló? Egész pontosan. Halló? Te vagy a Sydney? Szervusz, Gabriella. Szervusz, emlékeznek ugye Andira. Halló? Itt vagyok a vonalban. Szervusz, Andi. Szervusz, Andi Sydney-ből, ugye emlékeznek még Andira, aki Ausztráliából érkezett Magyarországra, és sokan, nagyon sokan drukkoltak, hogy szűze még, nagyon sokan szurkoltunk, hogy ezt megtartsad, most ma már tudjuk, hogy ez nem így van, legalábbis a pletykalapok azt mondják, mi történt veled azóta? Hát mi történt? Hát igazából az volt, hogy kikerültem a házból, és természetesen én is nő vagyok, és átértem egy olyat, ami általában át szokott érni. Beleszerettél valakibe? Így van, ez egy, ez mindkét oldalról így volt. Most csalódás ez neked, hány kisbabát vársz, ugye? Igen, ez a jó hír, igen, pontosan ez van, hogy... Sydney, ez jó hír volt? Hát ez, igen. Minden pillanatában? Minden pillanatában, mert a kedvesemet nagyon szeretem, és már meg volt beszélve, és megkérte a kezemet, és igazából május 3-án lett volna az esküvünk. Ez neked egy nagyon nagy csalódás, hogy ez a fiú, hogy úgy mondjam, nem vállalt titeket? Vagy erre számítottál? Féltél te ettől? Vagy ez abszolút meglepetés volt, hogy itt valami más történet van a háttérben? Nekem Gabriella pontosan őszintén megmondva az volt a helyzet, hogy nekem megmondta a kedvesem, hát mindenki tudja már, gondolom a sajton keresztül is, hogy Mánfai Zoltánról van itten szó, hogy megmondta nekem azt, hogy válasszak vagy őt, vagy a kisbabát. És, ez milyen szerelem, Sydney, hogyha valakinek választania kell a gyereke, vagy a szerelem, vagy tehát ez nem egy választási lehetőség. Valamit nem ismertél fel ebben a fiúban? Te láttad benne, amikor, hogy ő ilyen? Amikor olyan volt, mint egy mintaapa, szóval én benne láttam a jövőt, benne láttam az életem értelmét. És én tényleg nem hittem volna, hogy engemet esetleg így átvágnak, vagy kihasználnak. Andi, lehet az, bocsáss meg, hogy közbeszólok, lehet az, igen? Hogy túl naív vagy? Hát ezt nem mondhatnám azt, hiszen már benne voltam azért a korban, hogy egy komoly kapcsolatot alapítsak, és a férfinak megvoltak a szándékai, hogy a jövőről beszéljen. Mikor lesz kisbabád? Mikor születik meg? Mikor? Hát büszkén mondhatom, hogy november közepére várom a Andi, két nagyon rövid kérdésre kérlek válaszolj, hogy mit szólt az édesapád, amikor hazamentél Ausztráliába, és kiderült, hogy kisbabát vársz? Édesapám igazából nagyon büszke arra, hogy nagypapa lesz, és büszke arra, hogy a lánya igazából bátran vállal mindent, amibe belement. Andi, és így képzeltette ezt, az első nagy szerelmet? Vagy mondjuk úgy, hogy az első szexuálisan is megélt nagy szerelmet? Ezt így képzelted?
Hát, ha már szexuális életről van szó, elég rövid volt. De én megmondom őszintén, nem erre gondoltam, de ezzel plusz információkat is adsz másoknak, de én tényleg nem erre gondoltam, hanem az érzelmi részére, tehát arra, hogy az a fiú, aki elveszi a szüzességed, akitől a gyermekedet várod, gyakorlatilag cserben hagy. Igen, ez mondhatom azt, hogy igazából tértem én a hajamat ottan, mert már meg volt már beszélve a budapesti hivatallal, hogy majd 30 nap múlva lesz az esküvőnk. Na most az volt teljesen a helyzet, hogy én nagyon elgondolkoztam azon, hogy megérdemli-e az a férfi egyáltalán, hogy többet megtegyek. Én már teljesen gondolkoztam azon, hogy merjek-e úgy oda menni az oltár elé, hogy az a férfi, aki esetleg megkéri a kezemet, hozzámenjek, közben azt akarja, hogy Andi, ne legyen baba. Egy pillanat, mit tanácsol az Angéla? Mit szólsz ehhez a történethez? Hát mi beszéltünk már egy párszor, szia Andi, beszéltünk már egy párszor telefonon, hívott Sydneyből. Sajnálom, Andi, hogy így történt, hogy így alakult az életed. Nem ezt érdemelted volna, és hogyha eddig tartogattad, akkor már mondtam neki korábban is a telefonban, hogy jobban kellett, okosabban kellett volna cselekedni, védekezni, vagy valami. Iti is üzenne neked valamit, Andi. Szia, Iti. Már most szabad ilyenkor? Hát mire gondolsz? Hát előre vagyok. Szabad üzenni? Ja, hát szabad. Szerintem szabad. Hát, jó Sydney, kívánságokat szabad. Igen, puszilag, Sydney, hát mi is már beszéltünk telefonon, vigyázz nagyon magadra, gyere hamarosan Budapestre, és hát akkor előre is boldog anyák napját, mert tudod, itt Magyarországon. Jaj, ezt nem gondoltam, hogy ezt azt hittem boldogságot, szép nagybabát. De azt is persze. Már te le vagy ragadva ennél az anyák napjára. Igen, és ha fiú lesz, akkor nevezd Itinek. Nagyon sok erőt kívánok neked, és ne csüggedj, hát ha még a magyar fiúkból jó is lesz. Valami jó élményed, úgy értem. Igen, hát mondom, őszintén megmondom, nagyon, de nagyon gyorsan, mivel ott nincsen sok idő erre, hogy azért már jövőre, azért haza fogok jönni, és akkor... Jó van. Szia, sok sikert neked. Ott leszek majd egy rövid idő. A második résznek is megvolt a maga jóságos mackó figurája, öcsi, aki elsőként lehetett a ház kinevezett főnöke, és aki sajnálatos módon éppen a barátainak köszönheti, hogy kiesett, mivel ugye a szavazáskor tévedésből nem a bennmaradóra, hanem a kiesőre adták le a szavazataikat a többség, tehát őt jelölte. Hát távoznia kellett, következzék öcsi. Öcsi, hát itt van az az eset, ami az előző telefonáról, aki teljesen öncélúan próbált valamiféle rágalmakkal minket illetni. Te aztán azt abszolút rácáfoltál erre a történetre, mert itt aztán az Isten sem segíthetett azon, hogy a te barátaid bizony rossz gombot nyomtak. Hát, hogyha az egész ország a barátomnak tekinthetem, akkor lehetséges. De ez mikor derült ki számodra? Én megmondom őszintén, nagyon nem foglalkoztam ezzel a kérdéssel, mert ugyanis örültem neki, hogy kijöttem, habár mostanában már egy kicsit meginogtam, mert annyian szerettek úgymondva a tévében, hogy ám a néző kedvéért szívesen vissza is mennék, de önmagam miatt nem mennék vissza. Mit szóltak a barátaid, amikor kiderült, hogy tulajdonképpen csupa jóságból neked csupa rosszat tettek azzal, hogy kiszavaztak? Hát nem feltétlenül rosszat jó, tettek. Jó, persze nem rosszat sarkítok, de puszta jóságból, hát egyén szóval pekhesen jártál. Én jóindulatúlag veszem, legalábbis egy pár annyi kérnek elnézést, de úgymondva egész ország szerte. De mivel hogy jó indulatból tették, semmiféleképpen nem tudok haragudni rájuk. De mit szólsz ez a sok-sok szerelmi vélt vagy valós szerelmi szálhoz, ami szövődik? Hát odabent egy kicsit zárt, ebben az ügyben, a zárt térben egy kicsit felerősödnek ezek az érzelmek. Aki tud rajta uralkodni, az uralkodik, aki nem, az nem. Jaj, de nagyon diplomatikus vagy. Neked ki tetszett? Én. Iti elvicceli, megint jön majd valami anyák napjával, de ne foglalkozz vele. Neked ki tetszett? Nem mertem belebonyolódni ilyen szálakba, mert hogyha nem megyek a gödör közelébe, akkor nem esek bele. Nem esel bele, nagyon bölcs. De mégis ki tetszett? Hát, mint úgymondva nő. Mondjuk úgy, hogy úgymond, hogy nő. Tehát
Nem a lábosokra gondoltam a konyhában, tehát mint... Aki szimpatikus volt. Öcsi, neked mint nő ki tetszett? Aki szimpatikus volt, nagyon szimpatikus volt számomra, Szilvia és Mónika. Uh-huh. De te bölcsen eldöntötted, hogy nem mehetsz a gödör közelébe sem. Valószínűleg igen, már melyik a volt a nagyobb eltelt. Gödör egyébként? Hát végül is már a barátnőmmel az elején megbeszéltük ezeket a dolgokat, és szeretem a szavamat tartani, és úgy érzem, hogy elkerültem minden nagyobb kihívást. Nem csak, én szeretném azt javasolni, hogy ha egyszer szavaznának ott a környékben, ahol lakik öcsi, akkor most a következő szavazás a polgármesternek, ha lehetne őt meg valahogy jelölni, vagy nem tudom, megszavazni, mert úgy tűnik, hogy az abszolút megy neki. Tessék, hogy telefonálunk. Halló! Szép jó napot kívánok, Böbe vagyok Pesttől. Az Évikétől szeretném megkérdezni azt, hogy valójában nem tetszett nek senkiben most a második Big Brother házba fiúk közül. Akárki akármit mond, minden a pénz körül forog. Tegyük fel, hölgyeim, hogy önök egy takarék és hitelbank alkalmazottai. Figyelem! Egy, kettő, három, látják? Önöknél van minden. És nálam sem. Sőt, egyedül önnél van mind a négy pénzérme. De van. Edward, most nem zavarod. Jó, akkor most nem várom meg. Mondja meg neki, hogy hétfőn fölhívom. Mr. Lewis, aláírta már? Még nem. Budapesti és a vidéki gyerekek, kisbabák között sorsolnak. A budapesti sorsolás most rendkívül egyszerű lesz, mert az első órájában a napnak Budapesten született... Mégpedig egy kisfiú. Tehát ő már biztos nyertes. És vidéken? Vidéken 23 baba született, ebből 14 fiú és 9 lány. Mekkora kötvény üti a markát az újszülötteknek? Ez egy 50 000 forintos indulóértékű kötvény, ami azonban a gyerek 18 éves korára, amikor már nem is gyerek, 101 ezer forintot fog érni. Évszám? 18 év múlva. Azaz 2000. Késő van ez a számolásod. Ami visszaérek, talán kiszámolt 2005-ben. Akkor itt ezt találkozunk esetleg. Hát akkor én elmennék sorsolni, ünnepélyesen megejtem a budapesti ABBB sorsolását. Egy azaz egy legény maradt talpon, akit hívnak Rakovszki Zsoltnak, bizony, és született a Margit kórházban. Szeretnék egy fontos dolgot elmondani, azt hiszem minden tévénézőt érdekel, aki a rockzenét szereti, hogy kedden délelőtt 11-kor, tehát 23-án délelőtt 11-től lehet jegyet vásárolni erre a koncertre az összes nagy budapesti jegypénztárban és a Népstadionban is, és aki postán a jegyét megrendelt a JegyExpressnél, az pedig jövő hét végéig, legkésőbb pedig szeptember 1-ig megkapja postán a jegyét. Looking for love, oh yeah.
Hölgyeim és uraim, itt van mellettem egy szék, üresen. Itt kellene ülnie a műsor vendégének, Vitrai Tamásnak. Hogy sajnos miért nincs közöttünk, erről ő maga számol be. Szóval, ami azt illeti, szívesebben lennék holnap a műdenézőknek most a ma, de nekem még tegnap, mert ez a fölvétel egy nappal az adás előtt készül, szívesebben lennék melletted ott a vörös csillagban a széken, sajnos egy gerincműtét vágta ketté. Az ember tervez, és aztán ugye egyszer csak gyűn valami. Azt mondják, nincs ártalmasabb, mint a sport. Én legalábbis a tenisz közben szereztem. És hát a kérdés az volt, amiért sürgős volt, ha szabad erről beszélnem még egy mondatot, hogy hát, ha el tudok még azért menni Szöulba, és hogyha igen, akkor ezt a Krakovics Gábornak és a János Kórház ortopédiájának köszönhetem, mert nem volt, azt mondják, olyan egyszerű eset. Hát most már megjárja, most már reménykedem. Olyannyira megjárja, hogy most már nagyon szépen közlekedni is tudsz, sétálni, menni. Hát itt a szobában elmegyek akár az ajtóig is kétszer is, hogyha akarod. Akár a lemezjátszóig is, mert tudom, hogy szoktál zenét hallgatni, és tulajdonképpen a meghívásodnak a célja, hogy Vitrai Tamás is a zene kapcsolata. Arra emlékeztetek, hogy nagyon sokszor találkoztunk zeneakadémiai hangversenyeken például. Hát ez kérlek szépen egyszerű kapcsolat, és én ezt nem is lepleztem. Én a zenének leplezetlen, mámoros, rajongó szerelmese vagyok, most maradok örökké. És azt már nem tudom megmondani, hogy egy kicsit jobban értenék hozzá, akkor is ilyen zavartalan lenne ez a szerelem. Tehát mondjuk például magam nem tudok muzsikálni, mondjuk énekelni esetleg, de azt sem nagyon szívesen. De a szerelem az zavartalan maradt, és ez olyan 14 éves koromban kezdődött, és kezdődött az operával, aztán a koncertek következtek, és eljutott, hála Istennek, a kamaramuzsikáig is. Mert azt hiszem, hogy az már az életkoromnak is illő stílus, hogy amikor már olyan meghitten, bensőségesen muzsikálnak az ember, azt is tudja élvezni, és nekem ez is megadatott. Kicsit ezzel magyarázható, hogy több műsorodban tűnnek fel muzsikusok, együttesek? Abszolút ezzel magyarázható, egész egyszerűen nem bírom magam kivonni az alól a lehetőség alól, hogy énekesek, muzsikusok ott legyenek. Bevallom, az, ami a mondjuk közönségesen, vagy általánosan popzenének neveztetik, az kevésbé szól hozzám, de hát ez már vele jár, azt hiszem, hogy későn születtem, vagy ők kezdték későn, vagy korán születtem, ők kezdték későn ezt a műfajt. De még ez is befér, hát hogyha láttad, vagy a közönség kedves nézők látták, még ez is befér a teleferébe. Együtt olyasmi is például, elnézést, szabadba vártam. Semmi, csak arra gondoltam, hogy együtt komoly zenei produkciókkal, hiszen ott lehet popsztárokat látni, lehet amatőr együtteseket, gondolok a begyúsítra. Igen, hát a lényeg az mindig, hogy legyen valami exkluzív benne, szóval valami sajátos, valami egyéni, valami egyedi, akikre céloztál, például Benyusék, akiket meg is mutatsz most ugye a nézőknek, hát bár föltehetően sokan emlékeznek is rájuk. Abszolút egyedi volt, több tekintetben, elsősorban lebilincselő, nagyszerű dolog, amikor egy, nem is tudom, hogy ne lőjem el a poént, szóval amikor egy ilyen közösség, mint amilyenek ők, együtt muzsikálnak, és hát aztán így kerültek be a műsorba, hogy egy ilyen sajátos közösség muzsikál együtt. Hát, hogyha ott el lehet kezdeni, ahol maguk bemutatkoznak, vagy én őket bemutatom, akkor most tessék. Bőgő Benyus Sándor. Köszönöm foglalni. Fuvola Benyus Hedvig. Oboa, Benyus Tamás. Következnek a vonósok. Egyik hegedű, Benyus Anna. A másik hegedű, Benyus Mária. A harmadik, Benyus Bernadett. Következnek az ütősök, vagyis szaknyelven a timpani szekció. Benyus Gertrúd. Benyus Kinga.
és végül a timpani vezér alakja, Benyus János. Hát akkor kérem szépen, mit vesztegessük a szót? Nyitány! Folytatás két új lemezhez kapcsolódó produkció. Először Komár László új Elvis albumáról hallunk egy dalt, itt rögzítettük. Lelkemnek súlya arcom, temén füstje terjed szél, békés nyugodt a szíve. Térdet mind a ketten, adjunk most mindent oda kell, még eldobandó vétkeinket, éve húzó régi bűt. Egy könyv, cseppnyi könyv, gyertyát, meg a fény lehajtott fejjel, te meg én, boldogságról szól az ének, itt a szívekből jön a dal, minden ember egyre Címadó dal. Köszönjük szépen a produkciót, gondolom majd többször halljuk, hiszen sláger is lehet belőle, tehát máskor majd többet. A folytatás búcsú a nyártól, azt hiszem ebben az esős időben nagyon stílusos. Először egy nyári opera előadást idézünk, a helyszín Kőszeg, ahol a Paraszbecsület és a Bajazó került színre, Akko Attila rendezésében, Sas Szilviával a főszerepben, Petró János vezéletében, a Bajazó. Thank you.
Többet egyébként majd a bajadzókról a csütörtöki zene-zene-zene adásában. És búcsú a nyártól, a nyári emlékektől, a nyaralástól, David and Jonathannal. T'avais des yeux d'enfant, des yeux couleur de l'océan. Moi pour faire le malin, je chantais en italien. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, un peu en avance au rendez-vous de nos promesses. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi je n'ai pas changé d'adresse. Még egy kicsit nosztalgiázzunk, emlékszem egy évekkel ezelőtti rendkívül érdekes zenei produkcióra, műsorra, amelyben Vitrai Tamás is részt vett. Azért érdekes, mert egy borzasztó jó ötleten alapult, és komoly muzsikusok játszottak benne. Az volt a címe, hogy játszik az AHC. Ez egy tekintetben volt egyedi vagy egyéni műsor, hogy egy közös, tulajdonképpen az AHZ, vagyis az Állami Hangverseny Zenekar, az egy egység. Ugye egy, a zenekar. A mégis áll 100 egyénből. Mondhatnám így 100 egynehány egyéniségből. A kérdés az volt, hogy hogy lehetne megmutatni ezeket az egyéniségeket úgy, hogy még közben muzsikáljanak is, meg hát kedélyes játékos legyen. Ez volt a műsor alapötlete, nem tőlem származik, én csak a műsorvezetője voltam. Aztán úgy tapasztaltuk, hogy kedvesebb, készségesebb, mulatságosabb, jobb humorú társaságot keveset láttam. Sajnos nem folytatódott, mert hiszen meg lehetett volna csinálni, játszik a rádiózenekar, játszik a, ki tudja, postás zenekar, és így tovább akár a vidékiek is. Valahogy akkor ez abban maradt. Az ötlet a rendező Horváth Ádámi? Nem, ezt ha jól emlékszem, Árvai Jolánt álltak ki, de lehet, hogy Horváth Ádám. Te, ez úgy van ebben a szakmában, hogy nincs jelentősége annak, hogy kinek jut eszébe az alapgondolat, mert ami véfajul, hogy úgy mondjam, ami kialakul, az már mindig kollektív, hát ezt te is tudod. Abban mindenki beleszól. A funkciók, hogy ki a rendező, ki a műsorvezető, ki a szerkesztő, azok akkor válnak el, mikor már a műsor kész, addig mindenki mindenben részt vesz. És ez a sok frakkos úriember ott hajlandó volt mindenfajta csalafintaságra? Hogyne, hát nagyon is. Sőt, hát tulajdonképpen Ferencsik János, aki nem vett részt a felvételken, mert nem volt itthon, csak az volt a döntés, ugye, hogy úgy képzeltük el, hogy a végén játsszák el a Rákóczi indulót záró akkordjaként. Már komolyan? A műsornak, persze, az egész zenekar frakkosan, ugye. Hiszen az alapötlet az volt, hogy ők kvázi elvesztik a hangszereket, és zálogot kell kiváltani, zálogként kell kiváltaniuk valamilyen mókával. És hát Ferencsiknek ugye a karmesteri pálcáját kellett kiváltania, hogy ő, és, de nem kellett, hanem mint zálogot, és arra emlékszem, borzasztó aranyos volt, jó kedvében is volt, és amikor visszaadtam neki a pálcát, ugye a Rákóczi induló előtt, ami hát elvben ugye a tévések elvettek, és most kerül vissza a kezébe, akkor megfogta a pálcát, és fejbevert vele, és mint hogyha az én fejemben hangolta volna. Normál áhang. Kicsit lehangolt, de mehet, mondta. Nagyon aranyos volt. Tudnélik, kedves nézők, ez nem olyan egyszerű részfúvós trió, hanem ez egy váltóverseny. Indul ebben három fúvós, tehát a fúvósok csapata középük, egy vegyes csapat jobb szélen, ahogy önöknek szembe jönnek bal oldalon, és a túlsó szélén pedig egy vonós váltó. Egy kis pontonon ül a három muzsikus, akiknek egyrészt most a medence túlsó felén célba érkezve a váltó második tagja veszi át,
és pillanatnyilag a vonósok vezetnek, ahogy látom, és most már a zenekar többi tagja is bíztatja őket, hatalmas iramban középük, óriási pillangozó és gyorsúszó tempókkal, az utolsó métereken ér célba a fúvós csapat. Igen, ezen a fekete-fehér felvételen még sok érdekességet be lehetett volna mutatni, de csak emlékeztetünk, nyilván nagyon sokan önök közül is látták annak idején. Egyébként a Beethoven kortárs Schneider-Wester Kürt triójának részlete hangzott el. Most ismét előleg 10 év húzavona után jelent meg a Beatrice dupla albuma. Ez is előleg a televízió rockszínpad műsorából. Dusan Stevanovic egy klippet hozott magával, mégpedig a padlásból. Tehát ezek szerint folytatódik az előadás sorozat. Ugyanúgy, vagy valamit változtattatok rajta? Hát miután nézők egy része már tavasszal igyekezett helyet biztosítani valamelyik összi előadásra, azt hiszem a jó hírt mondhatom azzal, hogy ugyanaz a padlás kerül a Vígszínház színpadára, amelyik a múlt évadban átött, sőt, már Debrecen, Miskolc és Veszprém is készül a bemutatóra, ami egy szerzőnek mindig nagy öröm. És a szilvás gombócról valamit, hiszen ezt látjuk. Hát a szilvás gombóc egy nagyon lényeges üzenet a nézőkhöz, hogy bármilyen túlvilági hókusz-fókusz és a technika csodái segíthetnek, de a legjobb gombócot azért nagyon jól csinálja mindig. Van egy ikat, van egy íze, van egy szíve, ami jó, van egy magja, van egy mége, van egy húsa, olvadozó. Ember, mint a föld olyan, csak a múznak is lehet. Szilvás gombóc, oh, 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 oh. A felszín édes ó, rajta aranyszínű morzsa. Szilvás gombóc, oh, 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 oh. Megkóstolható. Benne van a tejét, benne van a víz. Benne van az íz, benne van az idő, benne van a só, benne van a válasz, embernek lenni jó. Ez már televízió műsor előzetes, mégpedig karmester paródia Danny Kate-től. A lényeg az, hogy ezúttal nem háttal látjuk a karmestert, hanem, ahogy az Ida bevonulási indulóját nézi, szemből. Thank you.
24-én 4 hete Castel Gandolfo-ban, Olaszországban forgattunk a pápa nyári rezidenciáján, azon a gálaesten, amelyen magyar művészek tisztelektek II. János Pál előtt. Pici tudósítás abból a műsorból előzetes, amelyet majd egészében szeptember 8-án láthatnak. A hangversenyt Lorenzo Peruzzi, 1956-ban elhunyt szerző, a Sixtusi kápolna karnagya, karmestere, zeneszerzője műveiből állították össze. A nyári rezidenciát is a svájci gárdisták őrzik itt Castel Gandolfo-ban. Közreműködött az Antal Mátyás vezette budapesti kórus és a MÁV szimfonikus zenekar, a karmester ezen a koncerten Arturo Sacchetti volt a pátor. Lorenzo Peruzzi mester a késő romantikus alkotók közé tartozik. Itt a mű végén majd egy villamásnyit hallhatnak a pápa beszéde befejező részéből, a befejező szavakból. Igen, azt hiszem, hogy ezeknek a szavaknak ezekben a napokban még nagyobb aktualitása van. A folytatás egy születésnap. 25-én lesz Leonard Bernstein, szinte hihetetlen is elképzelni, kimondani, 70 éves. Erre a születésnapra a Magyar Televízió két koncerttel, két műsorral emlékezik. Az egyiket ma délután nézhetik meg, Pillanatkép Leonard Bernsteinről címmel, délután 5 órakor az egyes programban. A másik pedig kedden este lesz, a West Side Story hanglemez felvételét mutatja. Leonard Bernstein most Brahms 3. szimfóniájának oly sok feldolgozásból ismert 3. tételét vezényli. Előleg egy sorozatból, amit majd Bernstein Brahms címmel láthatunk. Zene alatt mondtam el, megismétlem a két Bernstein műsor időpontját, amelyet majd a Magyar Televízió műsorra láthatnak. Az egyik ma délután 5 órakor Pillanatkép Leonard Bernsteinnel címmel egy nemrég május végén Rómában rögzített beszélgetést látnak, exkluzív interjút, amelyet Bernstein nekünk adott. A másik pedig kedden este lesz 9 órakor, vagy 9 után 5 perccel a West Side Story hanglemez felvételét mutatja be. Most pedig kikapcsolódásnak a Bross felvétel. Nothing at all.
grafikeit, egyre beljebb kell menekülnünk az eső elől, pedig eredetileg az volt a tervünk, hogy a kertnek, a szép, gyönyörű parknak a különböző részeiről jelentkeztünk volna, hogy egy kicsit önök is élvezzék a környéket. Hát itt menekülni kell, mert egyre jobban az esik az eső. A folytatás három film. Először egy magyar film, Sándor Pál rendezte, Miss Arizona. A zeneszerző Trová Júli. A főszerepben Sigula, a magyar hangban pedig Kovács Kati. Legyél nekem, szívem most kegyelmet sejt, ez a perc már szerelmet rejt. Walt Disney produkció, a Dzsungel könyve. A jól ismert történetnek rajzfilmes változatát láthatjuk majd a mozikban. Egy-két jó falacs már nem korog a medvehas, hát mit kívánsz még többet, jobbat már? Ha papaját ennél, vagy tán kaktuszfügét, s megszúrja a mancsot, máskor ügyesebb légy. A kaktuszfügéhez karom való, a papajához meg csak a mancsa jó. S a kedved szottya mulatságra, hát annak sincsen akadálya. Érted már, te taknyos? Értem, hát mit képzelsz? Ajaj, én megőrülök. Ennyi hülyeséget összehordani. Ki beszél hülyeségeket, te házi macska? Ha pedig beleuntál, táncolj! Várjál, dalolj. Én is megyek! Táncolj, dalolj! Some people think that they're success. Folytatódik Elvis Presley sorozatunk a televízióban. Álom ez, s nem való. Szeptemberben. Mint tudják, a rock király nem kevesebb, mint 14 filmben szerepelt. Utolsó listánk, slágerlistánk győztese a modell lett. Nos, talán emlékeznek, egy nyári balatoni klippel lettek elsők, és amikor meg akartuk ismételni ezt teljes egészében az önök kívánságára, akkor akadtunk a Holdex, nem is tudom, olyan hosszú és furcsa nevetek van, szervező és szolgáltató kis szövetkezetre, melynek kiadói igazgatója Enyedi Erdő Gábor. Ez azt jelenti, hogy magyar művészeket menedzseltek. Igen, magyar művészeket menedzselünk, és szeretnénk a lemezeiket megjelentetni, az itthoni lemezpiacot bővíteni. Kiket? Miből? Csuka Mónikát jelentettük meg legelőször, utána Casablanca jelent meg, várunk a Modell Trióra és Cserháti Zsuzsára. A Modell Trió új lemezéből egyébként most egy dalt hallunk, amelyet Lapis Norbert és Sára Balázs realizált, de addig még arról, hogy miképpen szeretnétek külföldre is tekinteni. Akkor adódik lehetőség a külföldre való tekintésre, a produkcióinknak a minőség eléri azt a színvonalat, amit ott kívánnak tőlünk. Remélhetőleg hamarosan siker fogja ezt koronázni.
dolgozunk rajta. Ugye érted, a válasz csak bennem él. Nem kell félned, ha megtalálod, nincs veszély. Átlépnél, ha tudnád, mindenem. Megmond, talán saját korlátod, hisz az életed csak rólad szól. Indulj el, szembe a széllel, menned kell, hajts! December 26-án pénteken éjjel 2-kor újra NBA. Ez az 62. augusztus, 12-én született vasárnap. Miért jöttetek Las Vegas? Számolni a lapokat. Számolni a kártyát? Számolni a kártyát. Edzésprogram. Ez már csak egy kis plusz, egy 10 perces program, amit bárhol, bármikor elvégezhet, nem kell hozzá semmi. Valójában arra szolgál, hogy ha nincs 40 perc a tornára, azért valamit mégiscsak tudjon csinálni. Tehát bemelegítéssel kezdünk. Háromszor belélegzés karnyújtással, és le. Most kezek a derékon, és fejkörzés, háromszor mindkét irányba. Másik irányba. Karkörzés háromszor előre. És vissza. És most törzskörzés. Nagy köröket. Háromszor. Előre. És vissza. Kicsit zárjuk a terpeszt, és csípőkörzés. A másik irányba is. Nagyobb terpesz, és térdhajlítás. Háromszor mindkét oldalra.
Ereszkedjünk le az ellentétes lábra, másik lábat kinyújtjuk, lábfej fölfelé. És a másik oldalra, lábfej fel, jól nyújtsuk a lábat. És fel. A lábakat zárjuk, majd keresztállás és lehajolunk, de a lábak maradjanak egyenesen. És fel, lábváltás, és ugyanez. Oké, most egy rövid sorozat lábunkkal jön. Tehát, plié guggolások, lábfejek kifelé, és 10-szer guggolunk. A farizmokkal nyomjuk fel magunkat. Most folytassuk 10 váltakozó kilépéssel. Kilép, le és fel. Felállunk, és jöhet megint 10 guggolás, de most a lábfej egyenesen, kis terpeszállás. 10-szer. Csak képzelje azt, hogy le akar ülni. Most megint jöhetnek a kilépések. 10-szer. Utolsó sorozat guggolás. Lábak zárva. Karokat emeljük fel, és nyomjuk fel magunkat. Még egy sorozat kilépés. Rázzuk ki a lábakat. Most feküdjünk le. A felsőtest és a hasizom gyakorlatok jönnek. Ha nincs szőnyeg, vegyünk elő egy törülközőt. A lényeg, hogy puha felület legyen. Nekem itt a matracom. És kezdjük a fekvőtámasszal. Összefogom a hajam, hogy lássák, mit csinálok. Térdeljünk le. A támasz válszélességnél nagyobb legyen. A hát egyenes. És 10-szer. Nyújtózzunk hátra. Következő sorozat. De most a készfejet fordítsuk befelé. Ez másként mozgatja meg a mellkast és a vállakat, inkább a tricepszekre hat. Készfej befelé, hát egyenesen és 10-szer. Nyújtózzunk hátra. Az utolsó sorozathoz a kezeket tegyük közelebb egymáshoz. Nem teljesen zártan, de úgy válszélességű támasz és 10-szer. Nyújtózzunk hátra. Majd karnyújtás, le, hát mögött kézkulcsolás, és karemelés. Oké, akkor most feküdjünk hanyatt, és jöhet a hasizom. Térdek behajlítva, talpak a földön, és törzsemelés 20-szor. Get a little crazy.
Következő sorozat. Teljes felülések. Karok a fej fölött. Felülünk, és puhán vissza. És most egyik láb keresztezi a másikat, tehát a jobb lábat a bal térdre. Így. Kezek a tarkon. És ellentétes könyök, tehát a bal könyök a jobb térdhez. Váltsunk lábat és könyököt. Tegyük a kezeket a csípő alá, hogy megtámasztjuk a hátunkat. És páros lábemelés. Ez nagyon jó az alhasnak. Kész a hasizom. Most jöhet utolsóként 50 csípő emelés. Talpak a földön, és felnyomjuk a csípőt. Oké. Húzzuk fel a térdeket a mellkashoz. Lazítsuk el a csípőt. És most hintázunk. Háromszor, és vissza. Most üljünk fel. Képezzünk háromszöget a lábunkkal. Talpak zárnak, kezek a lábon, és mellkas közelít a földhöz. Most húzzuk a lábakat örökülésbe, karoljuk át a lábakat. És ennyi. Ma sincs bűntudatunk. Hölgyeim, szeretném megismertetni önöket az új nagy sikerű teraband gumiszalaggal, amely a...
jön, aminek jönnie kell. Ha e vadár vadul, véd magad. Lehet te is még a vad. Mi jutott beléd? Vedd fel! Szilveszteri meglepetés az HBO-n. Az év utolsó estéjén ismét fantasztikus ajándékot tartogatunk önöknek. Egy nagy sikerű akciófilmet benne egy igazi szilveszteri sztárral. HBO, ne hagyja ki! Szilveszterezünk együtt! Kis karácsony, nagy karácsony. Karácsonyi filmek az HBO-n kicsiknek és nagyoknak. Karácsonykor bármi megtörténhet. Hiszek a Mikulásban. Mi az, amit igazán szeretne? Vakáció New Yorkban. A kishattyú ott hagyja a kacsákat, hogy találjon valakit, aki őt is szeretni tudja. A rút kiskacsa karácsonya. A vakond él, de nincs jól. Segítenünk kell. Én magam vezetem a felgyerítést. Téli mese. Az árva kisfiú az utcára kerül, ám barátja a kisegér a Mikuláshoz indul segítségért. Karácsonyi csodák. E hónapban kis karácsony, nagy karácsony az HBO-n. Daniel, döntöttem. Végre valami jó hír. Nem akarlak soha többé látni. Miről beszélsz, kedvesem? Nem akarlak soha többé látni. Ugye csak viccelsz? Nem. Mi a baj? Megtudta a férjed? Paulónak ehhez nincs semmi köze. Én döntöttem így, hogy befejezem. Hova mész, Júlia? Engedj el! Te hát szeretsz? Paulót szeretem, nem téged. A sorozatgyilkos nem a 20. század találmány, de ma kezd tömegméreteket ölteni. 3-5 megfojtott, újra ölni fog. Egy sorozatgyilkost utánoz, aki meghalt... 20 éve. Akkor lesz híres ember, ha elkapják. Halál és élet. Sigourney Weaver, Holly Hunter, tökéletes másolat. Bemutató december 13-án az HBO-n. Thank you.
Kemény fiúk a rejtély nyomában. Igéző testek és túlfűtött szenvedélyek. Striptease. Igazi kemény szex. Bemutató december 20-án az HBO-n. This has been a presentation of the L&S Video Network.